fermentált élelmiszerek rendkívül értékesek és nagyon finomak. Mi szoktunk gyümölcsből is különböző fermentált enzimitalt készíteni, de most egy olyan kovászos uborka receptet mutatok meg, ami nagyon jó bevált, nagyon finom, roppanós kovászos uborkát lehet vele készíteni, és még kenyér sem kell hozzá. A hozzávaló. Kovászolni való uborka, hát ez a mennyisége nyilván attól függ, hogy milyen edényünk van. Kell hozzá egy gereszt fokhagyma. Nyilván, ha van friss kapor, akkor az jobb, de most sajnos nekünk csak ilyen szárított kaporlevél van. Kell majd egy liter víz, amibe sót kell tenni. Azzal kezdjük, hogy meg kell mosni az uborkát, és köröm kefével kitépnek fel őket kefével. Le kell vágni egy picit mind a két végéből, és a szár felüli végét egy olyan 2 centire be kell vágni. Kész is vagyunk vele, aztán, ahogy a nagymamám mondta, a kovászos uborka a legfinomabb ilyen cserépedénybe, ebbe az edénybe fogjuk lepakolni. Beállítgatjuk szépen. És majd közé erőszakoljuk a fokhagyma gerezdeket. Ehhez a mérethez vehettünk volna egy kicsivel több uborkát is, csak nem voltak szépek nagyon. Ezt az edényt érdemes előtte forró vízbe egy picit kiöblíteni, és forró vizet egy darabig benne hagyni, hogy csíratlanítsuk. Az a lényeg, hogy jó sós legyen a víz. Én nem jódozott sót használok hozzá, mert a jód az fertőtlenít, és emiatt nehezebben indul meg a fermentáció. Ugyanúgy, ahogy az edényt, ezeket a köveket is érdemes leforrázni előtte, hogy csirátlanítsuk, és egy darabig úgy kell hagyni. Most egy kicsit elhűtjük a köveket, mert borzasztó forróak. Ugye ezeknek az a szerepe, hogy a víz alatt tartsák azt, amit beleraktunk ebbe. Nem is teszem bele a másikat, mert nem nagyon fér bele, mert ez igazából nem ehhez az edényhez való, hanem az egyen nagyobbhoz. És akkor ilyen speciális pereme van ennek, ami megengedi a gázoknak, hogy amik fejlődnek, kimenjenek onnan. És egy pici vizet kell odaönteni. Mert ezáltal ez tulajdonképpen zárt. Fermentációnak oxigénmentes környezetben kell létrejönnie, különben igazából nem fermentációról beszélünk, hanem egyszerűen megromlik. Ezt ki kell tenni a napra, és egy olyan 3-4 nap múlva, esetleg 5, időjárástól függ,
lehet fogyasztani a finom uborkát. Jó étvágyat kívánok hozzá! Szóval 6 nap elteltével nagy valószínűséggel már elég jó lesz az uborkánk, de megkóstoljuk természetesen. Na milyen? Isteni jó. Úgyhogy ilyenkor már nincs más tennivaló. Ki kell szeregetni az uborkákat és rászűrni egy kis levet és be a hűtőbe. És annak ellenére, hogy nincsen benne semmiféle kenyér, ez mégis kovászos uborka lett. A többire nincs szükség. Jó étvágyat hozzá!